hello, hello, sziasztok! Sürgős üzenet, ami csak neked szól. Elhoztam most az angyalkártyákat, te neked! No, koncentráljatok, ez a Dorin Virtue kártyájai, és méghozzá úgy fogjuk most kirakni, hogy megnézzük, hogy mit gondol, mit érez, és mi az üzenet te neked, jó? Na nézzük a gondolatait, küldjétek el, nagyon tetszett a múltkor ez a kirakás a gondolatával kapcsolatosan. Na ez a gondolatja, mi az érzelmei, nézzük az érzelmeit, mit is érzelmel, irántad, mit is érzelmel, irántad, vagy mit is érezget ez az ember irántad. És mi az üzenete? Mi az üzenet, a sürgős üzenet? Mi az üzenet neked? És na, miről szól ez az egész sztori? Na hát kijött most már, mindenki jött. Mi az üzenet? Mi az üzenete? Igen. Szóval, arról szól az egész, hogy itt ez az írtó nagy vonzó energia, ez az írtó nagy energia, most bocsánatot kérek, hogy így mondom, de én ezt úgy érzem, hogy ez egy irtó nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vonzó energia van közöttetek. Hogy és te, ezzel, hogyha te itten tényleg ilyen romantikus érzésben vagy, úgy bevonzod a szerelmet az életedbe, hogy csak na. Hogy nagyon bevonzod azt a szerelmet. No, ez az üzenet neked szól. Csak neked. Na most nézzük meg, hogy csak neked mit is gondol ez az ember te rólad. Szóval, hogy romantikus érzései vannak, szóval biztos vagyok benne, hogy őszinte érzései vannak, és ő ezt az őszinte érzéseit most vizsgálja, most nézegeti, úgy gondolom, totálisan, hogy nézegeti, igen. És én úgy gondolom, hogy akkora a kémia közöttetek, hogy az egész ház majd összedől, annyira mennek az energiák, annyira vonz, annyira azt gondolja, hogy hűha, ilyet még én sosem nem éltem. Ebben biztos vagyok, hogy ezt nem tudja elviselni, ebben 100%-osan biztos vagyok. És hogy azt mondja gondolatban, hogy törekednem kell. Törekednem kell, mert ez a nagy szerelemnek az értéke, hogy igen, hogy megtaláljuk, és hogy a következő lépéseket megtegyük. Valamint, hogy nyitott maradjon, mert te egészen egy más vagy neki, te más vagy neki, mint egy normális típusa. Te vagy kövérebb vagy, vagy soványabb vagy, vagy kisebb vagy, vagy nagyobb vagy, vagy idősebb vagy, vagy fiatalabb vagy. Vagy őszebb vagy, vagy szőkébb vagy, vagy barnább vagy, én nem tudom, de másmilyen vagy, mint ami neki passzolt. Erről szól az egész. De nézd, amire gondol, a lapszirappa. Hát elájulok totálisan. Mondom én nektek, totálisan elájulok. Ez totálisan elájulok. Szóval nagyon-nagyon-nagyon nagy lendület van itt, és ezt az energiát már tényleg... Én úgy látom, hogy ezt el fogjátok teljesen, tökéletesen engedni. Vagy most meg is értettétek, hogy mire is gond. Mit érez ez az ember? Hú! Hát figyelj, azt érzi, vagy az arra vágyik a lelke, meg a szív, vagy szívből legyen beszélgetését közöttetek. És mit érez még? Szóval azt mondja, hogy... hogy a lelkében, hogy ő bocsánatot akar tőled kérni, meg tanulni kell egymástól, ezt érzi, hogy mélyen, egész mélyen bent a lelkébe. Szóval erről szól az egész sztori. Erről szól az egész sztori, hogy ez így benne van a lelkébe, biztos vagyok benne. És arra is gondolok, tényleg, arra is gondolok, hogy itt van a szenvedély, ami a szenvedélyt illeti, hogy engedd meg tényleg a szívednek, a lelkednek, hogy most tényleg úgy magától énekeljen. Annyira szenvedélyes te veled, hogy ezt nem tudja abszolút most már lenyomni. És hogy mire vágyik? Arra, hogy kibéküljetek. Hogy kibéküljetek, és jönni fog a múltból, vissza fog jönni a te életedbe. És nézd csak, igen, ő a te lélektársad, ez jött ki, igen, a te lélektársad,
mert ez a te lélektársad, biztos vagyok benne, és nézd, hogy szeretitek egymást, azt nem tudja elengedni ezt az egészet. És most mi az üzenet, drágám, neked? Az az üzenet, hogy ez az elvállás, hogy most elhagyott tégedet a gyerekekkel kapcsolatos téma. Szóval az azt jelenti, hogy egy ilyen időre el kellett, hogy menjen, hogy meg kellett, hogy váljon tőled, mert a gyerekek befolyásolják az életet. Szóval a gyerekekről van itt a szó. Azt üzeni neked, meg azt is üzeni neked, hogy valójában még jobban meg kellene, hogy ismerjétek egymást, hogy ilyen mély lelki beszélgetéseket folytassatok, arról szól, hogy akkor tényleg akkor megmélyül ez a kapcsolat úgy közöttetek, az az üzenet, és azt mondja, hogy igen, igen, te már az igazi lélektársam lehetsz, vagy a szerelmem, mert én már téged megtaláltalak, én te veled már találkoztam, te vagy nekem az lélektársam, igenis, és azt mondja, hogy adjál a szerelemnek még egy kis időt, és valójában egy múlt életi kapcsolat, mert már azt mondja, hogy mi már ismerjük a múlt életből egymást, te ezt nagyon jól tudod, így van ez. Hát remélem ez tetszett, ha tetszett, írjátok be a kommentba, nagyon örülök nektek, nézzétek meg az élő bejelentkezésemet is, osszátok meg a videót, köszönöm nektek, hálás vagyok érte, és hogyha személyes kirakást vagy coachingot szeretnétek, egy egyéni fejlődésre, sok szeretettel örülök nektek, puszi, hogy itt vagytok, köszi, sziasztok!